Az anyatej több, mint táplálék, a szoptatás több, mint anyatejes táplálás. Ez volt a mottója a Szoptatás Világnapja alkalmából megrendezett ünnepségnek, amelyen a gyermeküket anyatejjel tápláló édesanyákat köszöntötték a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézetben augusztus 26-án. Az egészségfejlesztési iroda, a védőnők és az anyatejgyűjtő állomás szervezésében idén 5. alkalommal megvalósult rendezvény vendégeit dr. Stankovics Éva főigazgató és dr. Zámbó László, a szülészet osztályvezető főorvosa köszöntötte. Rengeteg olyan rendezvényt szervezünk, mint a mai is, amely bemutatja az intézményünk működését, vagy felhívja a gyermeknevelés egy-egy nagyon fontos tényezőjére, vagy folyamatára a figyelmet. Itt a kollégáimmal beszélgettem a program kezdete előtt, és örömmel fedeztek fel olyan arcokat, hogy ez a kismama jár a babamasszázs tanfolyamra, vagy ez a kismama itt ide jár a gyermekével a babaúszásra, vagy ez a kismama részt vett a várandós gondozáson, a várandós felkészítésen, azért ez örömmel tölt el bennünket, hiszen mi igyekszünk minden ilyen programot a jövőben is önöknek biztosítani, és én arra kérem önöket, hogy bátran, mert ez persze igyekszünk számos felületen hirdetni ezeket a programjainkat, de az a legjobb, amikor valaki a saját tapasztalatait vagy élményeit osztja meg a családdal, ismerősökkel, barátokkal, a környezetével, hiszen így népszerűsödnek ezek a programok, úgyhogy én nagyon örülök neki, és én azt gondolom, hogy nem a szó szoros értelmében, de kifizetődőek voltak ezek az elmúlt évek, az elmúlt évek programjai vagy szervezései, mert egyre többen vesznek részt ezen a rendezvényen. Nagyon sok minden nem szeretnék én beszélni a szoptatásról, az anyateljes táplálásról, ennek előnyeiről, az egészségre, az immunrendszer erősítésére, a kötődés fontosságára, hiszen az elmúlt években erről szakavatott szakemberek már sokat beszéltek, és ezt minnyájan tudjuk. Én inkább nagyon-nagyon szeretném megköszönni önöknek, főigazgató asszonyhoz hasonlóan, hogy ezen a szép nyári napon ezt a rendezvényt választottak, és megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Köszönöm szépen! A rendezvényt Darabos Lili, Rozgonyi Hanna és Futó Orsolya ünnepi műsora színesítette. Két kis magzat beszélget egy anya hasában. Te hiszel a születés utáni életben? Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ez után következik. Butaság. Semmiféle élet nem létezik a születés után. Egyébként is. Hogyan néz neki? Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk. Hát ez ostobaság. Járni nem lehet. És szájjal enni? Ez meg végképp nevetséges, hiszen mi a köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit. A születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most túlságosan rövid. De valami biztosan lesz, csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk. De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is. Az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben. Én pontosan nem tudom, milyen lesz, ha megszületünk, de minden esetre meglátjuk a mamát, és ő majd gondoskodik rólunk. A mamát? Te hiszel a mamában? És ő szerinted mégis hol van? Hát mindenütt, körülöttünk, benne, és neki köszönhetően élünk. Nélküle egyáltalán nem lennénk. Ezt nem hiszem.
Én soha semmiféle mamát nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, hogy simogatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár ránk. Az idén a kórház vezetése és a szülészeti osztály döntése alapján szeretnénk megköszönni a kismamáknak egy oklevéllel, hogy a szoptatást választották, és a szoptatás fontosságára, ugye mi felhívtuk a felkészítők alkalmával is a figyelmet, és ők ezt szem előtt tartva látni itt ezt a sok anyatejes babát, és jól fejlődő gyerekeket, tehát mindig nagyon nagy öröm számunkra ez, hogy itt megjelennek és látjuk a szépen fejlődő babákat, akik tulajdonképpen a szülészeti osztályon születtek. Az anyatej valamennyi szakértő szerint még mindig a legmegfelelőbb táplálék az újszülött számára, és még hosszú időn keresztül, legalább fél éves koráig, ez az a forrás, ahonnan a fejlődéséhez, egészségéhez, jó közérzetéhez szükséges tápanyagokat a legteljesebb mértékben magához veheti. Már a születés utáni első pillanatoktól kezdve nagy jelentősége van az anyateljes táplálásnak, nem csak a gyermek, hanem édesanyja egészsége szempontjából is. Tóth Györgyné védőnő mindezekről az Anyatej minden cseppje kincs címmel tartott előadást. A szülés után, ezt biztosan sokan tudják, de hát ha másoknak lesz ez új információ, az első cseppek szinte az első anyatejjel érnek fel. Olyan különleges tartalma van az első pár csepp anyatejnek, úgyhogy ezt legideálisabb esetben a szülés után 2 órán belül megkapja minden baba, de azt is érdemes tudni, ha nem 2 órán belül, mindenképpen, amikor legelőször megkapja, az neki különleges értékű anyatej, immunanyatej,
anyagokkal teli, tehát valóban nagy értéke van. Másrészt lehet, hogy nem mérhető, nem a mennyiség. Itt az a lényeg, hogy akár ez az evőkanálnyi mennyiségű anyatej, ez különleges értéket hordoz mindenkinek. A szülés után közvetlenül, szintén a cseppekről beszélünk, kevés anyatej van, ez a kolostrum vagy átmeneti tej. Ez a tej az, amit a babák kapnak, körülbelül az első 36 órában termelődik ez. Ezt a kórházban töltött idő. Ez azt jelenti, hogy az idő alatt a babának egyre növekvő, de kis mennyiségű anyatejet tudunk biztosítani, amíg szoptatunk. A szoptatás, ilyenkor azt kell inkább megtanulni, hogyan kerüljünk egyre közelebb a kisbabához, hogyan adjunk meg neki azt a testi közelséget, és megfigyeljük hát az alatt a 3 nap alatt, hogy milyen egyéniségű gyereket kaptunk, mert hogy minden gyerek már egyéniség vannak. Csámcsogva, hatalmasakat nyelő, igazán étkes babák vannak, lassan, lustán, szopó, vannak nyugodt, békés babák, tehát sokféle gyerek van, és ideális a kórházban arra figyelni, hogy akkor szoptassunk, amikor éppen éber időszaka van. Aluszékonyak az első, hát tulajdonképpen a második napon legaluszékonyabbak, de akkor is egy felszínes alvás időben föl kell őket ébreszteni, és megkínálni anyatejjel, hogy hajlandóak legyenek, és megkóstolják az első pár kortyot. A hozzátáplálás rejtelmeibe Rüdiger Bianca védőnő avatta be a kismamákat és édesanyákat. Kizárólagos anyateljes táplálás esetén a hozzátáplálást 6 hónapos kortól kezdjük el. Orvosi, illetve védőnői javaslatra történhet előbb is a hozzátáplálás. 6 hónapos kor után az a tapasztalat, hogy az anyatej már nem elegendő a gyermeknek a fejlődéséhez, tehát be kell vezetnünk új táplálékokat az ő étrendjébe. 6 és 12 hónapos kor között is természetesen szükség van még, ha van anyatej, akkor arra, illetve tápszerre a baba megfelelő fejlődéséhez. És egy éves kor után már akár 4-5 alkalommal is kiegészítő táplálásra van szükség ahhoz, hogy a gyermek megfelelően fejlődhessen. Ugye a hozzátáplálás elkezdésének a feltétele ideális esetben ugye a csecsemő elmúlt 6 hónapos, és azt vesszük rajta észre, hogy gyakrabban szeretne szopni, gyakrabban megéhezik, esetleg a súlyfejlődése stagnál, vagy esetleg csökken. Ugye ezek a jelek mind arra utalnak, hogy az anyatej már kevés az ő fejlődéséhez, és be kell vezetnünk új táplálékokat az ő étrendjébe. A hozzátáplálás szabályai közül kiemelném, hogy mindig szoptatás után vezessünk be új ételeket a baba étrendjébe, és egyszerre csak egy új ételt próbáljunk ki, egy új ételt kóstoltassunk meg a babával. Nagyon fontos a fokozatosság, hogy egyszerre csak kis mennyiségeket adjunk neki, és egy-egy új étel között legalább 3, illetve 5 nap teljen el. És figyelni kell természetesen a túlérzékenységnek a jeleire is, hogy a baba szervezete hogyan reagál egy-egy új ételre. Ilyen túlérzékenység lehet akár a hasmenés vagy a bőrkiütés. Ilyen esetben hagyjuk abban annak a tápláléknak a etetését, és később újra megpróbálhatjuk, mert nem biztos, hogy az okozta a problémát, de oda kell figyelni ezekre a jelekre. A rendezvény vendégei a regisztráció során kapott sorsjegyekkel tombola sorsoláson vehettek részt, melyen a program támogatói által felajánlott értékes ajándékokat nyerhettek. A 60-i Albert-Schweitzer Kórház és Rendelőintézet a rendezvény zárásaként az idén is lehetőséget biztosított tanácsadás igénybevételére, ahol szakképzett gyógytornász, dietetikus, szoptatási tanácsadó és intim torna tréner várta kötetlen beszélgetésre az érdeklődőket.